Erzsébet utca vörös színű vízlettel az útszakaszt, csütörtökre állhat helyre a közlekedés a környéken. Nyári gyermekfelügyelet, több mint 300 általános iskolás vesz részt a programokon. Dinnye szezon, már kapható a magyar termés, kilónként 300 forintért kínálják. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. Július 6-a hétfő van, már is jövünk a legfrissebb helyi hírekkel. Vörös színű víz lett el pénteken az Erzsébet utcát és az ottani udvarokat, pincéket. Az ideiglenesen helyreállított útszakaszt murva réteggel stabilizálták, azt mosta ki az esővíz. Utóbb kiderült, hogy azért nem folyt el a csapadék, mert a víznyelő lefolyó nem volt rákötve a hálózatra. Az egyik sávot már helyreállították, a másikat holnap tárják fel. Hömpölygött a vörösre színezett esővíz az Erzsébet utcán múlt pénteken. A debreceni vízmű munkatársai szivárgásra gyanakodva felbontották az útborkolatot. Ezt az útszakaszt ideiglenesen vörös színű morvás réteggel állították volna helyre, de a lezúduló eső miatt nem tudták befejezni a munkát. A morvát viszont a víz az úttestre mosta, ma délelőtt így nézett ki a terület. Az útszakaszt éppen stábunkat jártokkal állították helyre. Ott is minden volt, még itt a fal tövénél is. Ebben az udvarban még mindig látszanak a vörös színű víznyomai. Krajdási Lajosné azt mondta, 3 hónapja lakik itt, de nem ez volt az első alkalom, hogy bezúdult az esővíz. A kapu alatt jött be, foly, és ott, hát itt lehet látni, hogy milyen. Sőt, a szomszédomba Ildikónál, hogy neki ott van a szolárium, kozmetikum, hát a szalonja, ott meg fél lábszárig ért a víz, jött föl a szennyvíz, és nem először jött itt föl, hogy borzalmas volt. Időközben kiderült, hogy a víz azért nem folyt el a csatornába, mert az úgynevezett víznyelő nem volt rákötve a hálózatra. A csapadékvíznek van egy gyűjtőrendszere, amelyre rácsatlakoznak ezek a víznyelők, rá vannak vezetve az útnak a különféle mélypontjain az úton összegyülekező csapadékvizek, és ez gyakorlatilag ez a víznyelő nem vezette be a gyűjtővezetékbe ezt a csapadékvizet, ennek az okát vizsgáljuk most. A másik sávot kedden bontja fel a szolgáltató. Itt kamerákkal vizsgálják majd meg, hogy biztosította a vízelvezetés. Ha nem, kijavítják a hibát. Ezzel várhatóan csütörtökre készülnek el. Addig ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a város részben. A katasztrófa védelem is elkezdi a szúnyoggyérítést Debrecenben, valamint a megye 30 településén. A csapadékos időjárás kedvezett a vérszívóknak, így az ország nagy részén szúnyoginvázió alakult ki. Az önkormányzat a múlt héten kezdte el a városban a szúnyogírtást, holnap pedig az országos gyérítés is eléri Debrecent. Itt mintegy 610 hektáron járművek platójáról végzik el a beavatkozást, este 9 és hajnali 3 óra között. Egy Európai Uniós rendelet miatt ugyanis már nem lehet légigyérítést alkalmazni. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy a szúnyoginvázió csökkentése érdekében mi magunk is tehetünk. Jegyes felhőszakadás következtében a cseretek alatt lévő alátétek, gyerekjátékok, mind-mind olyan pangó vizeket tartalmaznak, amelyeket ha nem borítunk ki, akkor a további tenyészhelyek számával számolhatunk, így a csípőszúnyogok száma is meg fog emelkedni. A Momentum aláírás gyűjtése nem más, mint politikai marketing akció. Így reagált Papp László polgármester az ellenzéki párt hétvégi sajtótájékoztatójára. A Momentum szombaton jelentette be, hogy az erdős pusztai tavak és a nagy erdő megmentése érdekében felgyorsítaná a CIVAPPA program megvalósítását. Ennek érdekében aláírás gyűjtésbe kezdtek. Papp László polgármester közösségi oldalán reagált, megjegyezve, hogy a Debrecen 2030 programnak kiemelkedő jelentőségű fejlesztési eleme a CIVAPPA program. Azt írta, bírják mindkét illetékes minisztérium támogatását, hogy a program első üteme bekerüljön az éves fejlesztési keretbe, amiről a kormány hamarosan tárgyal. Emlékeztetett, hogy a Momentum két önkormányzati képviselője nem szavazta meg a D2030 programot, ezért kezdeményezésüket politikai marketing akciónak minősítette.
Ugrálóvár, rendészeti bemutató, kézműves foglalkozás, színes programok várják az általános iskolásokat a nyári gyermekfelügyelet ideje alatt. A város, a Debreceni Karitatív Testület, valamint a kormányhivatal összesen több mint 13 millió forintot fordít a programokra. Ezeken több mint 300 gyerek vesz majd részt. Nagyon tetszett a gyerekeknek a rendészeti bemutató a Bolyai János Általános Iskola udvarán. Ezután egymást váltották az Ugrálóvárban, volt kvízjáték, gyöngyfűzés és ügyességi játékokon is kipróbálhatták magukat az általános iskolások. Igazából nem számítottam ilyen sok programra, de nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. És melyik a kedvenc? Hát van ott az Ugrálóvár, azt nagyon szeretem, meg vannak itt ilyen kis arcfestések, meg csillámtetkók. A nyári gyermekfelügyelet biztosítására a debreceni önkormányzat 10 millió forintot fordít. A debreceni karitatív testület további 1 millió forinttal, a kormányhivatal pedig 2,2 millió forinttal járul hozzá a program lebonyolításához. Külön vannak olyan gyerekek is, akik speciális, halmozottan hátrányos, fogyatékos gyerekek, akikről külön kell gondoskodnunk, hozzájuk külön gyógypedagógiai asszisztenseket, gyógypedagógusokat veszünk fel direkt azért, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, és tudjunk igenis méltó módon gondoskodni róluk. A játékok mellett például a szakszerű újraélesztést is megtanulhatták a gyerekek. A cél, hogy az iskolások hasznosan töltsék a szabadidőt és játszva tanuljanak. Arra törekszünk, hogy naponta többféle tevékenységi forma menjen egyszerre, hogy a gyerekek lekössék ezek a programok a gyerekeket, ne unatkozzanak és megtalálják az érdeklődésüknek, kedvüknek megfelelő foglalkozást. Az augusztus 19-ig tartó nyári gyermekfelügyeleten összesen 310 diák vesz részt. Több mint 50 fiatal mélyülhet el a liturgikus zene világában. Rendhagyó zenei táborban vehetnek részt ugyanis ezen a héten Debrecenben a Görög Katolikus Metropólia szervezésében. A programra az egész országból érkeztek diákok. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Már kora reggel vidáman énekeltek a gyerekek a Szent Miklós Görög Katolikus Diákotthonban. Tavaly rendeztek először liturgikus zenei tábort, ami egy héten át kínál programokat a diákoknak. Itt mindent meg tudok tanulni, meg ez jó móka is. Liturgikus énekórák, népzenei oktatás és játékos foglalkozások egyaránt várnak a fiatalokra a táborban. Sok olyat tanulunk, amit szerintem nem tudnánk máshol. Hiába járunk templomba is. Meg igazából közösségben vagyunk, és ezek én is szeretem. A tábor szakmai vezetője Bugnó Tamás, lisztdíjas karnagy és énekművész. Ő zenészekkel és pedagógusokkal együtt vezeti be a gyermekeket a liturgikus ének zenei világába. Mindezt játékos formában, közös és egyéni énektanítással. Csoportvezetőként ott van a diákokkal Kocsis Fülöp érsek metropolita is, aki szerint a tábor legfontosabb célja, hogy a gyerekeket közelebb vigye Istenhez. A szövegek maguk, amiket énekelnek megint, nem gyerekeknek valók, mert nagy dogmatikai tanítások vannak benne. De ennek ellenére megtanulják, fújják kívülről utána, és ez is nagyon mélyre hat bennük, tehát tisztítja a hitüket. A liturgikus tábor csütörtökön záró hangversennyel ér véget. Ma extrém mértékű, az elmúlt napokban pedig többször erős volt az UVB-sugárzás. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy akár negyed óra alatt is le lehet égni. A kánikulában sokan választják a strandot. A vízparton azonban könnyen le lehet égni, mert a vízfelület visszatükrözi a napfényt, így ott erősebb az UV-sugárzás. A kisgyerekek mellett a világos bőrűek, a kékszeműek és a szőkehajúak bőre a legérzékenyebb, de érdemes mindenkinek tartózkodni a tűző naptól 11 és 15 óra között. A napégésnek lehetnek hosszú távú következményei, felgyorsíthatja a bőr öregedését, de akár bőrrákot is okozhat. Ezért nem mindegy, milyen fényvédőkrémet használunk. A 20 faktor alatti fényvédőkrémeket, mint olyat, azt felejtsük is el. A 30 faktoros fényvédőkrémek, azok körülbelül egy órát védenek a napon, és az 50 faktoros, az körülbelül 5 percet tovább tart a védőhatása. Megkezdődött a búza aratása a megyében. A gazdák szerint rekord termés biztosan nem lesz az idén. Komoly gondot okozott a tavaszi aszály és a júniusban lezúduló csapadék, ami miatt megdőltek a búzatáblák. Van olyan terület is, ahová nem lehet bejutni a belvíz miatt.
Itt Hajdúszovád határában ma kezdték el a búza betakarítását. A gazdák azt mondták, hiába volt reményteljes a vetést követő időszak, és hiába bokrosodott tavasz helyett már ősszel a kalászos, az aszály miatt nem tudott megnőni igazán, és ezen már a mostani eső sem tudott sokat segíteni. Sain Krisztián nem csak saját magának, hanem más gazdáknak is végez betakarítást. Tapasztalatai szerint a minőségre nem lesz panasz, hiszen a termelők okulva a tavaly évből egy helyett két gombaölő kezelést végeztek. Ugye tavaly nagyon nagy volt a fertőzött gabonatétel. Az idei évben most itt nagyon az aratás kezdetén vagyunk, és itt most az mutatkozik, hogy a minőséggel nem lesz baj, mert a gazdák megvédték a kalászosokat. Hajdú-Biharban 51 ezer hektáron vetettek búzát a gazdák, vannak olyan területek, ahol komoly gondot jelent a kialakult belvíz miatt a betakarítás. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke azt mondta, az őszi árpa 60%-át már learadták, a tavalyi évhez viszonyítva nőtt a termésátlag. A búzánál azonban erről még korai beszélni, hiszen a betakarítás 2%-ával végeztek eddig. Egy 5,48-5,5 tonnás termésátlagról tudunk beszámolni, úgyhogy tavaly az egész év pedig 5,24 volt. Ez egy picivel jobb, mint a tavalyi termés átlag, de hatalmas a bizonytalanság, hiszen itt még több mint 90%-a a terménynek kimon a földeken. A gabonárakról egyelőre nem beszélnek a gazdák, de a tavalyi tapasztalatok alapján, aki tudja tárolni és kivár, magasabb áron adhatja majd el. Az aratás hosszát csak az eső nyújthatja el. Ha nem lesz sok csapadék, akkor a gazdák 2-3 héten belül végezhetnek a búza betakarításával. A Napszemlét Kababik László tudósította. Megkezdődött a dinnye szezon. A standokon az import gyümölcsöt már sok helyen kiszorítja a hazai termés. A kereskedők szerint idén sem lesz hiány magyar görög dinnyéből. Az induló ár kilónként 300 forint körül alakul. Kóstolj meg! A Molinon mosolygó dinnye már messziről hirdeti a nyár egyik kedvenc gyümölcsét. Különböző technikák vannak, ugyebár vásárló válogatja, van, aki kopogtatja, van, aki a sárga foltját keresi. Az első hazai dinnye szállítmányok már megérkeztek Debrecenbe, de még van a standokon körülbelül fele-fele arányban olasz áru is. A vevők egyértelműen a magyar dinnyét keresik. Kifejezetten a magyar dinnyét vártuk, és most vettünk először az idén. Láttam, hogy meg is tetszett kóstolni. Milyen volt? Finom volt, nagyon. Tényleg finom, édes. Az idei árak egy kicsit magasabbak a tavainál. Ennek oka részben a szeszélyes csapadékos időjárás. Most jellemzően 300 forint környékén alakulnak a kilónkénti görög dinnye árak. Hát húzós, de én még mindig azt mondom, hogy inkább gyümölcsre költsük, mint édességre vagy chipsekre. Úgyhogy én akkor is megveszem, hogyha drága, de szerintem azért ez már az az árkategória, ami belefér abba, hogy hazavigyük és elfogyasszuk családostól. Ennél a zöldségesnél ott jártunkkor szinte mindenki vett dinnyét. Az első kérdés általában az, hogy magyar-e a gyümölcs. Hál' Istennek itt a jó idő, a napsütés, ez igazán kedvez a magyar dinnyének, úgyhogy egyre jobbak lesznek a magyar dinnyék, várhatóan a hét második fele, vége fele már szinte csak magyar dinnye lesz a városban. A kereskedő jó szezonra számít. Szerinte ugyan árérzékenyek a hazai vásárlók, de tapasztalata alapján ma már egyre inkább hajlandóak megfizetni a magasabb minőséget. Eddig tartott ma a Napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!